Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és ismételten egy remek árértékarányú készüléket fogok bemutatni. A OnePlus minden évben megmutatja, hogy hogyan kell piacra dobni egy prémium anyagokból összerakott, csúcs hardverrel felszerelt és remek árazású mobilt, és igaz, hogy az idei modell picit drágább lett, mint a tavalyi, de még így is simán megéri az árát. Ez tehát a OnePlus 6. A OnePlus 6 kapható Mirror Black, illetve Midnight Black színekben, illetve hamarosan elérhető lesz a Silk White Fantázia névre hallgató változat is. Hozzánk a 8 GB RAM-mal és 128 GB tárhellyel felszerelt, matt feketés Midnight Black változat érkezett. Nézzünk is bele a dobozba. Ha felnyitjuk, akkor egyből itt fogad minket a készülék. Őt kiemelve van egy külön kis fakkunk, amiben van egy szimkiszedőtű, a szokásos papírok és egy átlátszó szilikontok, ami király. Ha tovább nézzük a dobozt, akkor kapunk egy Dash Charge hálózati adaptert, illetve egy USB Type-C adatkábelt, ami azért van így külön, mert nem tudtam visszarakni úgy a dobozba, hogy eredetileg volt, ezt nézzétek el nekem, de ezeket a tartozékokat fogjátok ti is kapni a OnePlus 6 mellé. Még egy kiegészítő info, hogy a telefonon alapból van egy kijelzővédő fólia, nem üveg, hanem csak egy sima műanyag fólia, de így a tokkal kiegészülve van egy alapvető védelem, ami nem elhanyagolható. A OnePlus 6 dizájnjában érezhető egyfajta egyensúly. A notch nyilván nem saját ötlet volt, itt csak követték a trendeket, mindemellett megvan a maga OnePlus-os beütése, egyedisége. Több ismerősöm kezébe is odaadtam a telefont, hogy mondják meg, milyen anyagból van a hátlapja, és az 5-ből csak egyetlen egy mondta azt, hogy üveg, a többiek fémre tippeltek. A OnePlusnak sikerült azt megoldania, hogy az üveghátlap mattos legyen, ezáltal a megjelenés prémium, illetve egyedi, illetve az új lenyomatokat sem gyűjti annyira. Azt azért nem mondanám, hogy nem csúszós, de annyira nem vészes a helyzet. Az új lenyomatolvasó ovális formát kapott, ennek ellenére villámgyors és alapvetően könnyen elérhető helyen van. Az előlap kb. 84%-át fedi le a kijelző, ami fölött megtaláljuk a beszédhangszórót, a közelségérzékelőt és a fényszenzort, az értesítőledet, valamint az előlapi kamerát. A notchpártiak örülhetnek, akinek annyira nem tetszik, az el tudja rejteni, akinek pedig egyáltalán nem tetszik, az pedig nyilván nem ezt a telefont fogja választani. A mobil alján megtaláljuk az USB Type-C csatlakozót, az egyszem hangszóró és a mikrofon mellett a jack csatlakozót is, ami pozitív pont, fent pedig mindössze a zajszűrő mikrofont kapjuk. A bal oldal a hangerőszabályzó gomboké és a két nanoszím tárcájáé, aminél látható, hogy nincs microSD foglalat, ebből következik, hogy a telefon nem bővíthető. Ha átérünk a jobb oldalra, akkor itt nyugszik a bekapcsoló gomb és a háromállású némító kapcsoló. A OnePlus 6 elő- és hátlapját is Gorilla Glass 5 üveg védi a külső hatásoktól, a keret pedig fémből van, így a minőség abszolút prémium. Méretben nem sok eltérés van a OnePlus 5T-hez képest, sajnos ez a telefon sem támogat vezeték nélküli töltést, illetve IP tanúsítványa sincsen. Noha a vállalat szerint fröccsen is álló a készülék, hivatalos formát nem adtak neki, úgyhogy merencébe, illetve a balcsiba inkább ne vigyük. Beszélgessünk kicsit a kijelzőről. Az előlapon egy 6,28 hüvelykes, 19 arányig a 9-hez képarányú, 1280x2280 pixel felbontású optik AMOLED panellel fogunk találkozni. A OnePlus 5T-hez képest csak a kijelző formavilága, a képaránya és ezáltal minimálisan a pixelek száma változott, azonban a megjelenítés továbbra is elég patent. Mivel alapvetően OLED a panel, ezért a kontrasztarány kiváló, ha fekete hátteret és fekete témát használsz, akkor üzemidőt spórolsz, a maximális fényerő én úgy gondolom, hogy elegendő verőfényes napsütésben is, a képernyőt pedig lehet kalibrálni, szintérnek megfelelően, vagy akár egyéni beállítások alapján is. A OnePlus 6 fedélzetén Android 8.1 alapokon OxygenOS 5.1.5-öt fogunk találni a Google 2018 májusi biztonsági csomagjával. A OnePlus 6 egyike azon kevés okostelefonnak, amelyen már tesztelhető az Android P beta verziója, de mivel ez még egyáltalán nem mondható stabilnak, így én nem próbáltam ki, maradtam az Oreo mellett. A rendszer elképesztően könnyed. Az OxygenOS alap elképzelése, hogy meghagyják a gyári felületet, azonban hozzáadnak néhány szerintük hasznos, extra funkciót. Ilyen például a Shelf, ami gyakorlatilag a baloldali képernyőn található widget központ, ahol létrehozhatunk feljegyzéseket, láthatjuk a telefon állapotát és a leggyakrabban hívott kontaktokat, és használt applikációkat. Itt is van lehetőség arra, hogy kihasználhassuk a teljes kijelzőt, a navigációs gombokat gesztusokkal helyettesíthetjük. Bal alulról legyintve visszaléphetünk, középről a főképernyőre, hosszan felfelé pedig a multitaskingot találjuk. A mobilban van arcfelismerés, ami szintén marhagyors, dupla kattintásos ébresztés is van, illetve rengeteg plusz funkció az Oreo alaprendszernek köszönhetően. Előre telepített appokból hála az égnek nincsen sok, a 128 GB-os modell esetében az elérhető belső tárhely 108,21 GB. Amikor azt mondom erre a mobilra, hogy gördülékeny, azt úgy értem, hogy konkrétan nulla alag. Minden fluid, akadásmentes és élvezhető. Csúcstelefonról van szó, ennek megfelelően csúcs hardware jellemzi. A rendszer chipei Snapdragon 845, amihez egy Adreno 630-as grafikus gyorsítót és esetünkben 8 GB RAM-ot társítottak, de az alapmodell ugyebár 6 GB-os. Az Antutu benchmarkon a telefon elég ütős, 267.732 pontot ért el, a Geekbench 4-en pedig 2415 és 9043 pontot szerzett. Utóbbin azért nem hagyta le az iPhone 10-et a telefon, azonban az Antutu benchmarkon igen, úgyhogy szerintem a közeljövőben várható egy jó kis összehasonlítás a OnePlus 6, illetve az iPhone 10 között. Nézzük, hogy hogyan teljesít. Most mondjam azt, hogy jól futnak a játékok? Hát jó. Nincs olyan játék, ami kifogna a mobilon, minden pillanatok alatt lezajlik, a játékok betöltése gyors, a játékélmény gördülékeny, ami itt inkább fontosabb, hogy mennyire melegszik a telefon. Hát szinte alig. Ha órákon át játszunk, akkor persze érezhető egy minimális melegedés, de olyan nem volt egyszer sem, hogy például két PUBG meccs után már felforrt volna a telefon, szóval ilyen szempontból sem kell aggódni. Adatkommunikáció szempontjából maradt minden a régiben, mármint a OnePlus 5T-hez képest, tehát Bluetooth 5.0, kétsávos Wi-Fi, RGPS, GLONASS és Galileo támogatottság és NFC jellemzi az újdonságot is. Kamerákat tekintve nem sok fejlődést tapasztalhatunk. Az előlapon ugyanaz a kamera található, mint ami a OnePlus 5-nél is volt, tehát a selfie-kről továbbra is egy 16 megapixeles f2.0 rekeszértékű kamera gondoskodik, amivel egyébként nincs is semmi gond. A hátlapon is az 5T-nél bevált formulát kapjuk, néhány apró változtatással. A főszenzor továbbra is egy 16 megapixeles f1.7-es rekeszértékkel megsegített kamera, azonban a szenzorméret nagyobb lett, illetve optikai képstabilizátort is kapott. A másodlagos 20 megapixeles f1.7-es rekeszértékű kamera nem változott. A képekkel kapcsolatban két szempontot különböztetnék meg. A többi csúcskészülék mellett nem ez a legjobb kamera, azonban ezért az árért cserébe az egyik legjobb. Ha a legjobb kamerával felszerelt mobilt keresed, akkor nem itt fogod megtalálni, azonban mindennapi fotózásra, stabil videók készítésére teljesen korrekt a OnePlus 6 is. Videókat egyébként 4K 60 fps-ben is tudunk rögzíteni, ami egyébként király, nem sok telefon képes ilyesmire, illetve a OnePlus úgy döntött, hogy nem szórakozik a 960 fps-es szuperlassítással, helyette 1 percnyi lassítást tudunk felvenni Full HD 240 fps-sel, valamint 720p 480 fps-sel. Beszéljünk az üzemidőről. A OnePlus 5T-hez képest a telep mérete nem változott, ugyanúgy egy 3300 mAh kapacitású akkumulátort találunk a telefonban. Én azt mondom, hogy a kétnapos üzemidő elérhető, amennyiben nem nyomkodod annyit az iPhone-t. Ha sokat nyomkodod, akkor 5,5 óra kijelzőidő mellett 24 órát bír ki, kevesebb használattal 4,5 óra kijelzőidő mellett pedig 42 órán át húzta, ami szerintem abszolút vállalható. Vezeték nélkül ugyan nem tölthető, de a Dash Charge gyors töltés az egyik legjobb megoldás a piacon. Melegedés nélkül fél óra alatt 57%-ot tudtam beletölteni, teljesen pedig nagyjából 1 óra 20 perc alatt tudtam feltölteni, ami tényleg elég jó. Mondjuk le a konklúziót. A OnePlus 6 az árához képest nagyon jó tulajdonságokkal bír, azonban a többi, egyébként drágább csúcskészülékkel szemben vannak hiányosságai. Ilyen például az IP védelem és a vezeték nélküli töltés hiánya, az egyszem hangszóróra sem mondanám, hogy prémium minőségű, de egyébként pedig az egyik legpörgősebb androidos telefon, amit eddig a kezemben fogtam. Hozzánk a telefon magától a OnePlus-tól érkezett tesztre, a 6x64 GB-os alapmodell átszámolva kb. 165.000 forint, az általunk is tesztelt 8x128 GB-os 181.000 forint, a 256 GB-os csúcsmodell pedig 197.000 forintba kerül. A videó leírásában elhelyeztem egy linket, amelyen keresztül 2 év jótállással, nagyjából 3-4 munkanapos szállítás idővel tudod megrendelni a készüléket, és amennyiben a mi linkünket használod, hogy 20 € kedvezményt kapsz tartozékra, szóval ha például vennéd egy üvegfóliát, akkor az gyakorlatilag ingyen kapod a telefon mellé. Ennyit szerettem volna ebben a videóban, ő lenne a OnePlus 6, ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, és akkor találkozunk legközelebb. Én Laci voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!